Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Tegnap este a kormány felelősséget vállalta a parlament előtt a deficit csökkentő intézkedés csomagért. Elmondjuk, hogy mit rejt ez a csomag, mert ez a fontosabb, nem pedig a módszer, amelyre az alkotmány lehetőséget ad, illetve fontos a miért kérdés is, hiszen Románia ezzel túlzott deficit eljárást akarja elkerülni, mint egy megmutatva Brüsszelnek, hogy tudatában van a probléma súlyának, és a maga módján igyekszik is kezelni azt. Éppen ezért nem a leglogikusabb az alkotmánybírósági jóvás benyújtásának az emlegetése, mert az enyebenyét azt mindannyian érezni fogjuk. Persze az intézkedés csomag súlya is közös teher, mert az, amit érint a kis és közepes vállalkozókat, az érinti azoknak az alkalmazottait is. Hogyan olvassuk a fiskális reformot, hogyan értelmezzük az RMDS pozícionálását az elmúlt napokban, erről beszélgetünk a mai 24 pluszban. Csoma Botond, az RMDS képviselőházi frakció vezetője, és Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa lesznek azok, akik válaszolnak a kérdéseimre. Csoma Botonddal kezdünk, aki telefonon csatlakozik hozzánk. Jó estét kívánok, képviselő úr! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kívános, köszöntöm a nézőket! Az RMDS olvasatában milyen ez a fiskális reformcsomag, vagy deficit csökkentő intézkedés csomag 1-10 skálán hányas jegyet adhatunk ennek? Ez több elemből áll össze, ugye, nem csak adóügyi intézkedések vannak, hanem intézmény összevonásokról is van szó. Hát most nehéz megmondani, hogy hányas lehetne adni rá. Mi a múlt héten azt mondtuk, hogy nagyon sokat improvizált a kormány ezen a téren, tehát hogy egy olyan 5-ös-6-osnál sokkal jobbat nem adhatnék én, őszintén. Főleg azért is, mert a pénzügyi miniszter nem tudta egyszerre megmondani, hogy az intézkedések bevezetése után milyen összegre számít a költségvetésben. Azért ez egy elég furcsa dolog szerintem egy pénzügyi miniszter részéről, de ezt csak úgy zárójelben mondom. Ez akkor volt, amikor találkoztunk a miniszterelnökkel és a pénzügyi miniszterrel az RMDS szakciónál. Első menetben azt mondanám, hogy azt sikerként könyveljük el, hogy sikerült az önkormányzatoknak a helyi autonómiát az önkormányzatok esetében megvédeni, úgymond a kormánytól. Sikerült elérni azt, hogy lemondtak arról a 2,5%-os felső határról, amit meg akartak szabni a kulturális tevékenységek finanszírozására. Lemondtak az önkormányzatok alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények összevonásáról is, mert ugye az eredeti szövegben ez is benne volt, és a tanügyi intézmények esetében is eltekintenek attól, amennyiben egy tanügyi intézménynek nincs 50 alkalmazottja, akkor az eredeti szövegben az volt, hogy akkor elvesztené a jogi személyiségét, erről is lemondtak. Tehát ezeket a dolgokat úgy sikerként könyveltük el, hogy meg tudtuk győzni racionális érvekkel a kormányt, hogy egyrészt mondjon le ezekről, és azt is elmagyaráztuk nekik, hogy olyan sok pénzt ebből biztos nem tudnának a költségvetésbe szerezni. Ez azt jelenti, hogy akkor nincs annyira ellenzékben az RMDS, hogyha sikerült a 6%-kal meggyőzni a kormánykoalíciót, amikinek nincs szüksége az RMDS szavazataira. A folyamatokat nézve az RMDS ellenzékben van, de azt is hangsúlyoznám, ezt elmondtam egy interjúban is, hogy az RMDS soha nem lesz úgy ellenzékben, mint egy román párt. Tehát az etnopolitika és a közösségi érdekérvényesítés specifikumait figyelembe véve mi soha nem leszünk úgy ellenzékben, mint egy román párt, mert ellenzékben is el kell intézni dolgokat a közösség érdekében. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ilyen, ha ezt a keretet vázoltam, akkor a keret vázolásával az is egy természetes elem, hogy egyeztet velünk a miniszterelnök és a pénzügyminiszter, mielőtt ilyen intézkedéseket bevezet. Másfelől nem csak velünk egyeztetett, mert a kisebbségi frakcióval is egyeztetett, és most eltekintve az etnopolitikától azt is mondhatnám, hogy egy demokratikus társadalmi berendezkedésben azért a párbeszéd az egy fontos dolog, és a parlament életnek is egy fontos elemét képezi a párbeszéd. Átérve az adóügyi intézkedésekre, ott teljesen elégedetlenek vagyunk, mert először próbáltuk meggyőzni a kormányt, hogy mondjon le erről a 3%-os bevezető a kis és középvállalkozások számára bevezetendő adóról, amely akkor kerül ugye bevezetésre, amennyiben a forgalom meghaladja a 60 000 eurót.
nem tudtuk meggyőzni erről. Utána azt próbáltuk elmagyarázni nekik, hogy legalább fokozatosan vezessék be ezt az intézkedést, adjanak időt a cégeknek, a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek erre. Hát ez sem sikerült. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ebből a szempontból elégedetlenek vagyunk. Ami a szolidaritási adót illeti, amelyet a nagyvállalatoknál, a multinacionális cégeknél és a bankoknál vezettek be, ezt egyébként az RMDSZ is javasolta akkor, amikor kormányon voltunk. Akkor nem fogadták el. Ha akkor elfogadták volna, értékelésünk szerint a deficit, a hiányosok a kisebb lenne most, nem lenne 45 milliárd. Mi akkor ezt egy idéglenes intézkedésnek szántuk. Most a kormány úgy láttuk, legalábbis abban a szövegben, ami megérkezett a parlamenthez, hogy ez egy állandó intézkedés, tehát nem csak egy időszakra akarja bevezetni, hanem állandó intézkedésként ez ott lesz, legalábbis a szövegből ez derül ki. Volt egy kérésünk még a luxusadónál, ugye az 500 ezer euró feletti ingatlanok esetében az intézkedések értelmében luxusadót kell fizetni. Mi azt kértük, hogy ez az adó, az ebből befolyó összeg az önkormányzatoknál maradjon. A kormány egy ilyen felemás ígéretet tett, azt mondta, hogy nem marad most az önkormányzatoknál, de megígérte azt, hogy egy kormányhatározattal majd szabályozzák, hogy az ebből befolyó összeget visszaosztja majd a kormány a központi költségvetésből azoknak az önkormányzatoknak, amelyek forráshiányban szenvednek. Térjünk vissza picit a felelősségvállalás előtti időszakra. A román sajtóban megjelentek olyan információk, hogy a liberálisok részéről érkeztek olyan jelzések az RMDS irányába, hogy támogassanak egy esetleges bizalmatlansági indítványnak a benyújtását. Ezt egyébként Kelemen Hunor RMDS elnök tegnap este meg is erősítette. A 2024-es kormányzásra készül az RMDS, és azért nem megy szembe a szociáldemokrata párttal. Elemzők egy része ezt vetette fel a mai nap folyamán. Felvetni tudom, ez mindenkinek ez jut eszébe a leghamarabb és a legkönnyebben. Nem erről van szó. Mondtam, hogy mi nem lehetünk úgy ellenzékben, mint ahogy egy román párt, egy konstruktív ellenzékiséget képzelünk el. A lárpurlár ellenzékiségnek azt nem tartjuk célszerűnek. Itt két oka volt annak, hogy végül arra a következtetésre jutottunk, hogy nem támogatjuk a bizalmatlanság indítványát. Az első az, hogy javaslataink egy részét elfogadta a kormány, ez az egyik. A másik pedig, hogy akkor is, hogyha bejutásra került volna ez a bizalmatlansági indítvány, semmi esélye nem lett volna annak, hogy a parlament elfogadja, mert a jelenlegi kormánynak közel 60%-os többsége van a parlamentben. Tehát ez csak egy politikai tornamutatvány lett volna, semmi több. Ezen két okból kifolyólag mi arra a következtetésre jutottuk, hogy nem támogatjuk ezt a bizalmatlansági indítványt. Ha nem fogadták volna el egyetlen javaslatunkat sem, akkor nyilván mi fontosra vettük volna, de akkor is tudatában lettünk volna annak, hogy esélye annak, hogy a parlament ezt elfogadja, az körülbelül közelít a nullához. Zárásként azt, tehát bizalmatlansági indítvány nem lesz, azt látjuk az ellenzék, a Mentsétek meg Romániát szövetség, illetve a Ludovik Orbánék is alkotmányossági óvást emlegetnek. Ennek lehet hatása Brüsszel felé? Kifele? Milyen hatása? Igen, kifele. Tehát Brüsszel elgondolkodhat azon, hogy hú, itt valami csak nem megy rendben Romániában, hogyha alkotmánybírósághoz fordulnak a fiskális reformcsomag miatt. Ezen Brüsszel pont most, hát nagyon sok esetben az ellenzék használja ezt az eszközt, ez is egy olyan eszköz, amely az ellenzék, mert ellenzék rendelkezésre áll, akkor a Brüsszel minden törvénytervezetnél elgondolkozhatna ezen. Mert nagyon gyakran megtörténik az, hogy egy törvénytervezetet megtámadnak az alkotmánybíróságon. Ez egy természetes dolog, olyan logikus, amely nem tudták összegyűjteni az aláírásokat a bizalmatlanság indítványra, nem maradt más, mint az alkotmánybírósági jóvás, az késlelteti eleve az egész feladatot, és ha ne adj Isten az alkotmánybíróság, ugye tudjuk, hogy az alkotmányjog az nem egy exakt tudomány, főleg Romániában, akkor más eszköz az ellenzéknek nem maradt. Tehát én ebben a kontextusban értelmezném ezt a folyamatot. Ha már ellenzéki eszközökről beszélünk, és tényleg ez lesz az utolsó kérdésem. Tegnap igencsak cirkuszosan vállalt felelősséget a
kormány a reformcsomagért, az ellenzék, az USZRÉ, az AUR ott volt, és táblákat emeltek a magasban. Erről egy picit beszélni, hogy milyen volt a tegnapi hangulat, vagy volt már ilyen a román parlamentben, nincs ebben sok látnivaló? Ebben egyáltalán nincs sok látnivaló. Nagyon sokszor megtörténik a román parlamentben, hogy molinokat emelnek a magasba. Tette ezt az USZRÉ 2016 és 20 között, nagyon sokszor csinálja most ezt az AUR is, nem csak akkor, mikor a kormány felelősséget vállal, hanem máskor is. Ennél, hogy mondjam, durvább jelenetekre is sor kerül sajnos a parlamentben. Tehát én nem látok ebben semmilyen különleges, nem egy különleges megnyilvánulás ez. Sajnos, azt kell mondanom. Csoma Botond, az RNDSZ képviselőházi frakció vezetője. Köszönöm, hogy itt volt a 24 pluszban és válaszolt a kérdéseimre. Cseke Pétert, a Transtelex portál főmunkatársát köszöntöm, interneten keresztül csatlakozik hozzánk. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszöntöm a nézőket, és köszöntelek titeket, és köszönöm a meghívást. Számos vitát és ellenkezést váltott ki az a reformcsomag, fiskális reformcsomag, amelyről beszéltünk itt képviselő úrral. Téged arra kérnélek, hogy egy picit azt vázold a nézőinknek, hogy miért volt fontos az, hogy a kormány ilyen vagy olyan formában, de hogy átvigye ezt a reformcsomagot is. Itt a csomag jellegen is nagy hangsúly van. Jó, hát nagyon röviden, mert ez lehet, hogy azért egy nagyobb lélegzetű történet lehet, de hát végül is össze lehet foglalni. Te magad is emlegetted a felvezetődben ezt a bizonyos túlzott deficit eljárást, ami alatt van Románia, és amit az Európai Bizottság indított Románia ellen. Ennek az oka egyszerű. Románia 2019 óta, hát korábban is megtörtént, de 2019 óta indult be ez az eljárás. A költségvetési hiány meghaladja ezt a bűvös 3%-ot, amit talán a Maastrichti kritériumok írnak elő. Ez egy automatizmus egyébként az Európai Bizottság részéről, nem arról szól, hogy most kipécézte Romániát, valamennyi tagállam ellen ilyen eljárást indít, amelyik megszegi ezt a kritériumot, vagyis a deficitje meghaladja 3%-ot. Tehát ez a folyamat, ez az eljárás 2019 óta tart, amiben nagyon belerondított egyébként a járvány, a koronavírus járvány, aminek az időszakában a bizottság hajlandó volt eltekinteni, most már nem emlékszem, milyen időszakra a deficit mértékétől. Tehát nem kérte számon a tagállamokon ezt a kritériumot, mert érthető módon jelentősen megnövekedtek az országok kiadásai. Most viszont, tehát ahhoz, hogy Románia megszabaduljon a túlzott deficit eljárás alól, és az ezzel járó szankciók elől elmenekülhessen, vállalnia kellett a költségvetést egyensúlyba hozó tervet, egy akciótervet, egy intézkedés csomagot, amivel ígéri, hogy teljesíthető a Maastrichti kritérium, vagyis fokozatosan egy-két év távlatában, vagy három év távlatában a deficit 3% alá csökken. Miért fontos ez, ismétlem, a Brüsszelt erről meggyőzni? Mert én nem tudom, hol van a türelmi határ pontosan, mit írnak alá az uniós rendeletek, de ez végtelenségig ez az eljárás nem tarthat. Tehát, hogyha az adott tagállam nem tudja a deficitjét 3% alá csökkenteni, akkor szankciók elébe néz. A szankciók lényege az uniós források megvonása. Románia gazdaságának fejlődései nagyon jelentős mértékben függ az uniós forrásoktól. Márcia Csolákó 70 milliárd eurót emlegetett a miniszterelnök, hogy ez az összeg lenne a tétje ennek az intézkedés csomagnak. Ennyit veszíthet el Románia, hogyha nem sikerül ettől az eljárástól megszabadulni, vagyis a költségvetési hiány 3% alá csökkenteni. Most az idei deficit cél, amit vállalt Brüsszellel szemben Románia 4,4% volt, amiről kiderült már az év elején, hogy tarthatatlan. Ez fokozatosan a perspektívája a hiány növekedésének az romlott. Most már ott tartunk, hogy 7%-ot megközelítő lehet a hiány. Na most sikerült augusztusban a kormánynak kialkudni a Brüsszelben azt,
hogy a 4,4% ugyan nem teljesíthető, de egy ilyen intézkedés csomaggal, amit ugye elfogadott most felelősségvállalással, 5,5%-ra, ez most a bűvös új szám, Csoláku ma is egy tévéinterjúban arról beszélt, hogy az 5,5% teljesíthető, jövőre nem tudom mennyit vállalt, és valószínűleg 2 év múlva csökken 3% alá. Tehát a tétje ennek az intézkedés csomagnak nagyon-nagyon sok milliárd euró. Így lehetett volna egy mondatban ezt megmagyarázni. Hát, hogyha ekkora tétje van ennek az intézkedés csomagnak, akkor miért az izzadságszag, a felháborodás, a hisztéria, stb. Szavak, amelyekkel illetjük ezt a reformcsomagot, illetve olvastam még tegnap egy román elemző azt mondta, hogy hát ez felér egy harakirivel, ez amit tett most a kormány. De hát most nem tudom, hogy felére harakirivel, az tény, hogy én még egy átfogó, alapos gazdasági elemzőtől származó véleményt nem olvastam erről a csomagról. Nyilván ennek az is az oka, hogy egyrészt csak most lett végleges, még az utolsó pillanatban is módosult ez a törvénytervezet tegnap délután. Másfelől maga a kormány se tudja, utalt erre Csoma Botond képviselő is, hogy milyen hatással lesz ez voltak éppen a költségvetésbe, vagyis mekkora összegeket sikerül előteremteni. Azért van ilyen vita, mert nagyon sok embert érint. Most függetlenül attól, hogy a miniszterelnök és a kormány azt kommunikálja, hogy az átlag emberek nem fogják megszenvedni ezt a csomagot, igenis meg fogják szenvedni, mert ha a cégeket megsarcolod, a cégek az adóterhek egy részét áthárítják a vásárlókra, a fogyasztókra. Ez egy piaci mechanizmusok így működnek. Na most a vita egyfelől azon is, arról is kialakult, a koalíción belül emlékezünk vissza, hogy a liberálisoknak az lett volna a szándékuk, vagy azt szerették volna, hogy ez a csomag nagyobb hangsúlyt helyezzen a megtakarításokra. Miért? Mert ugye említett a Csoma Botond is, 3 fő területre terjedt ki ez a törvénytervezet, az egyik a megtakarítások, vagyis a költségvetési kiadások csökkentése többek között intézmény összevonások által, ez is szóba került már. A másik a bevételek növelése, ez ami ugye a vállalkozói réteget érinti, az üzleti szférát háborítja fel, a nagyvállalatokat, és főleg a már emlegetett KKV-kat, és a harmadik rész egy kisebb intézkedés csomaga az adócsalás visszaszorításáról és az adóbehajtás hatékonyságának növeléséről. Na most érthetően, hogy a munkáltatókat érinti, ez felháborította több munkáltatói szervezet adott ki közleményt, egyeztettek erről a kormányról, vagy a TVA, az hozzáadott értékadó körüli húzavona, ugye vannak kedvezményes áfakulcsok különböző ágazatoknak, a turizmus képviselői is felháborodtak, és így tovább. Tehát nyilván a közalkalmazottakat is fogja érinteni a megtakarításos rész. Még nem tudjuk, hogy melyek lesznek, kik lesznek azok a közalkalmazottak, akiket el kell bocsátani, mert hogy félreértés ne essék. A törvénytervezet elbocsátásokat ír elő a közintézmények összevonása nyomán. Tehát érthető, hogy ez egy tehát fájdalmas sok szempontból, meg sok társadalmi rétegnek foglalkoztat, sok kategóriának, úgyhogy senki sem számított arra, hogy ez ennek az elfogadtatása zökkenőmentes vagy zajmentes lesz. Még egy politikai vetületét ugye emlegettek Csoma Botondot, tárgyaltatok arról, hogy az RMDSZ-nek hogy sikerült elérnie azt, hogy legalább részben teljesüljenek a kérései. Az RMDSZ szempontjait vázsolta a Csoma Botond, de én hozzátenném, hogy a PSZD-nek, a koalíciónak is megvoltak a maga szempontjai. Az RMDSZ olyan szempontból volt idézőjelben királycsináló helyzetben most, hogy a román ellenzék rendkívül feldarabolódott, fragmentált. Ennek oka az, hogy az AUR-ral, amelyiknek viszonylag nagy számú, azt hiszem 52 képviselője és szenátor van, egyik ellenzék is, sem párt, sem hajlandó szövetkezni. Így a Mentsétek meg Románia Szövetség, ha bizalmatlansági indítványt akar benyújtani, kénytelen lett volna az RMDSZ-hez fordulni segítségért, hogy meglegyen a szükséges aláírás szám.
LMDS nélkül nem lehetett bizalmatlansági. Igen, tehát egyébként lehetett az USZTER is erről a szándékáról. Tehát tegnap délelőtt bejelentették, hogy ők nem elállnak a bizalmatlansági indítvány benyújtásától. Persze, be is látták, és akkor az Alkotmánybírósághoz fordulnak, arra hivatkozva, hogy most már ez az egyetlen eszköz. De most visszatérve, Csolákóék nagyon jól tudták, hogy LMDS nélkül nincs bizalmatlansági indítvány, és nem is akarták megkockáztatni, hogy legyen. Miért? Nem azért, mert megbuktatná a kormányt egy ilyen kezdeményezés, hanem az ezzel járó média visszhang, az, hogy a reflektorfénybe kerül ez a csomag, az ellenzék elmondhatja, és ráadásul napokon keresztül, mert ugye ez egy hosszabb eljárás, nem csak a parlamenti ülés a lényeg, ahol a beszédek elhangzanak, hanem tematizálja egy kerek hétig ezt az intézkedés csomagot az összes negatív hatásaival együtt. Ezt akarta elkerülni a kormány többek között, amikor engedményeket tett az RMDS-nek, de hogy mondjam, azok az úgynevezett engedményekben azért volt ráció, tehát nem hiszem azt, hogy lehetetlen dolgokat kért volna, vagy nem racionális dolgokat kért volna az RMDS. Igen, illetve az önkormányzatokat érintő kérdések, azok hát nem csak az erdélyi magyar önkormányzatokat érinti, hanem az ország valamennyi önkormányzatát. Milyen politikai következményei lehetnek ennek a hiánycsökkentő, megszorító intézkedés csomagnak? Most a politikai következmények alatt gondolok arra, hogy erősödhet-e az AUR, erősödhet-e a Diana Sosák féle párt? Jó, ezt most lepatítom ezt a kérdést arra hivatkozva, hogy szerintem az csak tényleg akkor fog kiderülni, ha ennek mérhető hatása lesz, mármint ennek a csomagja. Ismétlem, és nem össze-vissza röpködnek a számok arról, hogy mekkora megtakarítást, mekkora plusz bevételt jelent majd ez a csomag, nem tudjuk, és azt sem tudjuk, hogy mennyire hárítják át, mondom, az megnövelt adóterheket a vállalkozások, a fogyasztókra. Ezek mind kérdések. Viszont már is vannak nyilván politikai következményei, annak, hogy ez végül összeütötték ezt a csomagot a koalícióban. Az egyik az, hogy az eredeti terv az volt, hogy az intézkedések fele-fele arányban érintsék a kiadások lefaragásáról, vagy szóljanak a kiadások lefaragásáról, és az üzleti szféra további megadóztatásáról. A liberális párt ugye a középréteg, a vállalkozók pártjának tartja magát, nyilván neki az volt az érdeke, hogy hagyjanak békét, vagy bánjanak kíméletesen az üzleti szférával. A PSD választói közalkalmazottak nagyon nagy részben, nyugdíjasok nyilván, és közalkalmazottak, neki az volt az érdeke, hogy az állam ne karcsúsodjon túlságosan, mert az a közalkalmazottaknak árt, vagy rájuk káros. És lett egyfajta, most már nevezhetjük akár ideológiai vitának is a koalíción belül, ami most már elmondható, hogy egyértelműen a PSD javára dőlt el. Mármint ez a vita. Ez egy politikai következmény, vagy politikai következményekkel járható fejlemény. Miért mondom ezt? Azért, mert ebben a csomagban most számok összevisszaságától eltekintve egyértelműen megállapítható, hogy sokkal kisebb arányban érinti az állam működését, mint az üzleti szférát. Sokkal nagyobb terhet ró a vállalkozókra, mint a közalkalmazottokra, hogy fogalmazhatunk ki. Tehát ezt a csatát a PSD nyerte. De ismétlem, hogy perspektívikusan a jövő évi választás perspektívájában milyen hatása lesz ennek a csomagnak, ez szerintem legkorábban egy hónap, két hónap év vége fele tudnák megválaszolni, amikor elkezdi kifejteni hatását. Ne feledjük, emlegette Csoma Botond is, hogy az alkotmánybírósági óvás miatt elhúzódik ennek a törvénynek a hatályba lépése, tehát a válasz is késni fog az általad feltett kérdésre. A Kurz Közvéleménykutató Intézetnek megjelent azonban a napokban egy felmérése, amely egyértelműen mutatja azt, hogy a szélsőséges pártok azok előretörőben vannak, illetve mutatja azt is, hogyha most lennének a választások, akkor a szociáldemokraták lennének azok, akik a legtöbb szavazatot begyűjtenék. Van meglepő ebben a felmérésben?
A számomra az, hogy egyre nagyobb teret hódítanak a szélsőséges pártok, de lehet, hogy ez is benne van a levegőben, hiszen Európa más országaiban is tapasztaljuk ezt. Én egy kicsit árnyalnám ennek az adatoknak az értelmezését. Számomra nyilván nem vagyok egyedül, a legnagyobb meglepetés, hogy ez a Diana Sosoak szenátorféle SOS Románia, vagy hogy hívják ezt a egészen elvadult képződmény, elérné most a parlamenti küszöböt. Nyilván hiba határon, de 5%-on mérik. A másik meglepetés, hogy az AUR-t ugye korábban más felmérések 20% fölé tagsálták már, több is. Nyilván az AUR maga is azt állítja, hogy már rég 27% környékén jár. Ezzel szemben még a liberálisok alatt van 1%-ponttal, hogy értettem, 18%-kal. Viszont, és itt van az árnyalás, ez a két eredmény, az AUR és a Sosoak féle párt eredménye meggyőződésem szerint összefügg. Olyan értelemben, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy Diana Sosoak pártja az AUR kárára erősödik. Tehát az AUR megtorpant, és ehhez, tehát a választói egy része elfordult Giorgio Simeonektől, amiben közrejátszhatott az is, hogy ugye az AUR az elmúlt hónapokban is, vagy különösen megpróbál egy kicsit középre húzni, szalonképesebbé válni, elfogadtatni magát, és ez a stratégiájuk a konzervatív európai pártcsaláddal, és ez elképzelhető, hogy például ugye az antiszemitizmus elítélése és az izraeli nagykövettel való találkozó, a nagyon hangzatos nyilatkozatok ugye hangzottak el, elfordította a szavazóik egy részét az AUR-tól. Tehát én ezt így hirtelen, de nyilván ezt mélyebben meg lehetne nézni, ezzel magyaráznám. A közvéleménykutatás az kitér az ország állampolgárainak a hangulatára is, és 18% azoknak az aránya, akik úgy vélik, hogy egy év múlva jobb lesz. Csak 18% gondolja úgy, hogy a 2024-es választások után bármi is változni fog az országban. Szűk két percünk, jó. Ez az általános rossz hangulat? De most ez az általános rossz hangulat, ez, ha a felmérésekből indulunk ki, szerintem a rendszerváltás utáni éveket szinte folyamatosan jellemzi. Én ugye nem mondtad, hogy 69% a kurz szerint azoknak az aránya, aki szerint rossz irányba mennek a dolgok Romániában. Annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy volt már 75% is ez. Tehát ne felejtsünk. Volt, az nyaldosta a 80%-ot is, tehát volt már a közhangulat, a közérzet ennél is rosszabb az országban. Tehát, hogy nem lehet ebből messze menő következtetéseket levonni. Nincsenek ebben a felmérésben akkora újdonságok, az sem, hogy a béka feneke alatt van a politikai döntéshozókban való bizalom, a politikusok népszerűsége, a kormány népszerűsége, és hagyományos módon a tűzoltók, a hadsereg és az egyházak vezetnek. Tehát ez méri nyilván a közérzetét az országnak. A politikusok általában azt szokták megnézni, hogy mitől félnek a legjobban az emberek, ez is egy visszatérő kérdés az ilyen típusú felmérésekben, és akkor ott van az infláció, munkanélküliség, fizetések, és ezt viszont nagyon jól tudják a politikusok, és erre próbálnak is rájátszani. És a korrupció csak a harmadik helyen van itt, olyan körülmények között, hogy egy nagy korrupciós botránynak vagyunk most épp a szemtanúi. De az adásidőnk végét is meg kell tapasztalnunk. Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa. Köszönöm, hogy itt voltál a 24 pluszban, és válaszoltál a kérdéseimre. További szép estét kívánok mindenkinek. Önöknek, tisztelt nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Jakab Orsolya kolléganőm várja önöket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra.